2021 végén nagy örömmel jelentették be, hogy egy év kihagyás után 2022. január 1-én újra megtartja a hagyománynak számító újévi koncertjét a Szabolcsi Koncert Fúvó Zenekar és Mazsoret csoport. 2021 elején a koronavírus járvány miatt nem lehetett rendezvényeket tartani. Az akkori időszak megmutatta, hogy mennyire nagy szükség van a kultúrára, a rendezvényekre és a különböző programokra. 2022 őszén a háború okozta energiaválság, újra ennek a szektornak az életét forgatta fel, intézmények kényszerültek idéglenes bezárásra. A zárvatartás sok helyen a mai napig aktuális, így a Nívó Díjas zenekarnak is új helyszínt kellett keresnie az újévi koncertjéhez. A zenekar így január 27-én pénteken 18 órától a Bem József Általános Iskolában várja a vendégeket. A sajtótájékoztatón Bakó Levente művészeti vezető megköszönte a tankerületnek a helyszínt, az önkormányzatnak és a kontinentál arénának pedig a hangszerelést és a színpad biztosítását. Az újévi koncerten természetesen idén is lehet újdonságokra számítani. A klasszikus nyitvány után a bécsi keringőt egy kicsit nem is helyettesíti, talán feloldja, hogy valóban egy keringő jellegű metalika számra, amit a szó mindig az együttes neve mindig ez a keményebb zene, de egy nagyon érzelmes szám lesz, amit direkt nem árultam el a sajtótájékoztatón, sem, szerintem mindenki ismeri, és arra gondoltunk, hogy vannak ez a szalaktűzés időszak, mindenki versenyeznek a gimnáziumok, a különféle keringőkkel, és a Krudi Gyula gimnázium végzős növendékei készültek, eredetileg nem velünk természetesen, ezzel a Metallica számmal. És Schuster Csaba együttes vezető ötlete volt, hogy mi lenne, hogyha a nagyobb plénum előtt is meg tudnák mutatni ezt a szép keringőt, úgyhogy ez lesz a második műsorszám. A művészeti szakgimnázium táncművészeti tagozata néptáncos koreográfiával lép fel a koncerten, valamint Ignác László klarinét szólóját is láthatja majd a közönség, tette hozzá Bakú Levente. A koncert második felében lesz Bak Démol Tokáta és Fuga, de ez alkalommal diszkó ritmusban, majd kezdődik a három generációs Mazsoret Gála és a Nyíregyháza táncklug Latin egyvelege. 2023-ban egy kis jubileumot is ünnepel az újévi koncert, idén ugyanis már 35. alkalommal lépnek fel ilyen keretek között. A Szabolcsi koncert fúvós és Mazsoret csoport évindító rendezvénye a város kulturális palettáján is fontos helyet foglal el. A hagyományokat azt gondolom, hogy mindenféleképpen meg kell becsülni és tisztelni kell, és ez egy nagyon-nagyon régi hagyomány Nyíregyházán. És hogyha nem is ugyanabban a időpontban van Közel, amikor ez szokott lenni. Ugye Szilveszternek a másnapján január 1-én, hanem kicsit később és, és más helyen is, akkor is értékelni kell azt az előfeszítést, amit megtett a zenekar, a zenekart körülvevő különböző csoportok azt, hogy a, a tankerület biztosította az önkormányzati nyíltványi és az Egyesület számára a helyszínt, az, hogy az önkormányzat a saját technikáját, azt biztosítja innen nyilván az együttesnek. Tehát csillagzatnak mindig össze kell állni, hogy szerencsés legyen, és ebben az esetben azt gondolom, hogy ez szerencsés, és mint hagyomány nyilván nem csak tisztelni kell, hanem meg is kell tartani ezt az újévi koncertet január 27-én. Az idei újévi koncerten több mint száz fő áll majd a színpadra, a zenekar tagjai a mazsoret csoportok, táncosok és diákok egyaránt. Az intézmény befogadó képessége 800 fő, így érdemes elővételben megváltani a belépő jegyeket. Összehasonlításként a Continental Arénában volt, hogy 2000-en is részt vettek a koncerten, ezek alapján ebben az évben jóval kevesebben láthatják majd élőben a fúvó zenekart és a táncosokat. A koronavírus járvány után, a 2022-es évben a város kulturális élete újra felpesdült, és még jobb eredményeket ért el, mint a Covid előtti időszakban. Egyértelműen számokban megmutatkozik, a számok nyelvére lefordítható, és nem csak számokra, hanem díjakra is, mert ugye díjazottak is voltak intézmények az elmúlt évben, a Könyvtár és a Kállai Gyűjtemény. A Múzeum falu 52 éves fennállás alatt először lépte tehát a 100 látogató számot is van 106 körül állt meg. A Kálai gyűjtemény szintén az új házban a legjobb évét produkálta a könyvtárban. Nagyon sok rendezvény volt, és tényleg sokan járnak, hál' Istennek, olvasni, hanem még egy olyan réteg, aki nem a digitális tartalmakban bízik, hanem szereti a régi könyvnek az illatát. És hát a Váci Mihály Művési Központ is az összes tagszervezetével együtt magasabb bevételt produkált az elmúlt évben. Nyilván ez sok mindentől függ, az emberektől, a vásárlóparitástól, tehát nagyon-nagyon sok mindentől, de az egy dolog biztos, hogy az élet bármilyen is körülöttünk, ez bebizonyosodott a Covid-ban is, az embereknek szüksége van arra, hogy kikapcsolódjanak. A napi rutinból kilépve a szórakozásra 2023-ban is szükség lesz. Erre tudnak egyre hatékonyabb megoldásokat kínálni Nyíregyházán.